A Füredi Ebtenyésztők Egyesülete arra vállalkozott, hogy május 5-én, vagyis egy nap alatt két nemzeti kutyakiállítást szervez meg a Kemény Kastély parkjában. Nem volt ez egyszerű feladat, ugyanis a több mint 1100 kutya nevezését, a kiállítás adminisztrációját, az érkezők regisztrálását, fogadását, az esemény, a kiegészítő programok megszervezését, lebonyolítását kellett elvégezniük. Bár a kiállítás és a résztvevők számára nem kedvezett az időjárás, sikeres rendezvény zárta Füredi Ebtenyésztők Egyesülete. A Füredi Ebtenyésztők Egyesülete két évente vállalkozik arra, hogy házigazdája szervezője legyen egy nemzeti kutyakiállításnak. A szakmai elnevezéssel CAC-nak, vagyis nemzeti rangú versenynek nevezett rendezvény ezúttal két egyenrangú kiállítás volt, ami délelőtti és délutáni programokra osztottak fel. Ennek megfelelően két katalógus készült a kiállításra, amelyben minden fontos információ rendelkezésére állt a tenyésztőknek és a látogatóknak. Amikor szemerkélő esőben délelőtt 9 óra után megkezdődött a hivatalos megnyitó, akkor már valójában minden és mindenki a helyén volt, a kutyatulajdonosok és a kedvencek már a megfelelő ring mellett várták, hogy a bírálatok elkezdődjenek. A rövid megnyitóban először dr. Koska Gábor, a Füredi Ebtenyésztők Egyesületének elnöke köszöntötte a jelenlévőket. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Külön tisztelettel és szeretettel köszöntöm a városvezetés részéről megjelent Újvári Imre polgármester urat, Vargáné Balogh Irén alpolgármesterasszonyt és Virág Tibor alpolgármester urat, valamint a bírói grémium vezetőbíróját Erdős Lászlót, illetve valamennyi bíró hölgyet és urat. Remélve azt, hogy ez a kicsit borongósra sikerült kezdet meg fog változni. Mi nagy szeretettel készültünk, és remélem, hogy ez érződik az időjárás ellenére is. Megkérem Újvári Imre polgármester urat, hogy nyissa meg a rendezvényt. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket Tiszafüred Város Önkormányzata nevében a Tiszató fővárosában. Külön köszöntöm a Füredi Ebtenyésztők Egyesület vezetőségét, a mai nap szakmai munkáját segítő tisztelt bírókat, és minden a kiállításon megjelent kedves vendéget, belföldről is, külföldről egyaránt. Minden elismerésem a szervezőknek és a kiállítóknak, a versenyzőknek, akik az esős idő ellenére ellátogattak. Ebből látszik a szervezők elszántsága és a versenyzők is, hogy nem szegi a kedvüket semmilyen időjárási körülmény ahhoz, hogy eljöjjenek ebbe a gyönyörű városba, ide a Tiszató partjára, ahol már nem először találkozunk, és megtiszteltetés számunkra, hogy a verseny, a kiállítás 15 éve alatti már 6. alkalommal került Tiszafüreden megrendezésre, és talán a mairól elmondhatjuk, hogy minden idők egyik leglátogatottabb és legnagyobb érdeklődésre szert adó nemzeti kutyakiállítása ez, amely ugyan nemzeti kutyakiállítás, de inkább mondhatjuk nemzetközi színvonalú eseménynek. Mit is jelent Tiszafüred város számára ez a mai esemény? Mindenképpen fontos kihangsúlyoznom, hogy ez beleillik a város hosszú távú stratégiájába, hiszen mindenképpen egy kutyabarát település szeretnénk lenni, ehhez már nagyon sok mindent meg is tettünk az elmúlt időszakban, és nagyon komoly terveink vannak ebben, és örülök neki, hogy ebben ilyen partnerekre lehetünk, mint a Füredi Ebtenyésztők Egyesület és dr. Koska Gábor úr. Én kívánom Önöknek a mai napra, hogy érezzék jól magukat Tiszafüreden, bár az idő nem kedvez, de ahogy doktor úr is mondta, ez jobbra fordul, és eredményes versenyzést kívánok Önöknek, a bíróknak jó munkát, és ha majd az idejük engedi még ebben az évben, és kicsit szebb lesz az időnk, akkor térjenek vissza magánemberként is családjaikkal, és gyönyörködjenek a tájban, illetve a városban. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen, polgármester úr, köszöntőjét, és átadom a szót Erdős László úr vezetőbírónak, aki egy személyben fogja összefogni a bírói grémiumot. Köszönöm szépen. Tisztelt hölgyeim és uraim, polgármester úr, alpolgármesterasszony, alpolgármester úr, elnök úr, a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesülete és Szövetségének különbírói testülete nevében köszöntöm Önöket a 2019. évi országos dupla CAC kutyakiállításon Tiszafüreden. Külön tisztelettel és szeretettel köszöntöm az édesanyákat, örülünk, hogy ők is eljöttek erre a rendezvényre. A mai kiállításunk egy rendhagyó és egy új kiállítási szabályzat alapján kötelezően lebonyolításra kerülő rendezvény,
Kérem, hogy kövessék figyelemmel a körök feliratait, mert a mai napon a csoportot bíráló bírók a kijelölt körben el fogják végezni rögtön a Bob, a Boss, a Best Junior kiválasztását, akik aztán a végén jönnek a nagy körbe, de oda már csak a győztesek jönnek, az idő megtakarítása véget. Pontos időrendet próbáltunk összeállítani, és igyekeztünk, hogy úgy számozzuk át a ringeket, hogy minden bíró ugyanolyan számú körbe, de egy másik helyszínre tudjon menni, hogy nem nagyon kelljen költözni a fajtákkal. Ez persze minden esetben nem követhető. Szeretném a bírókat bemutatni, és egy változást bejelenteni. Az egyes bírói körben fog bírálni P. Szabó Béla. És az ő csoport bírálatát a négyes körben fogják lebonyolítani dr. Hargitai Gábor körében. A kettes bírói körben Tarján Anna Mária fogja a magyar fajtákat bírálni. Annyi változás, ja igen, mondom később. Hármas bírói körben Hartman György fog bírálni, és ő fogja a kettes fajtacsoport bírálatát elvégezni, tehát oda kell delegálni Hargitai Gábor köréből valamennyi Bob Boss és Best Junior kutyát. A négyes bírói körben dr. Hargitai Gábor bírál, és már említettem, akkor ő körébe menne, az ön fajtái mennek Hartman György körébe. Az ötös bírói körben Sárközi Gyula úr fog bírálni. Itt annyi változás történik, hogy ő nem fog csoportot bírálni, hanem az nála Bob Boss és Best Junior fajtákat át kell delegálni Tarján Anna Mária kettes számú körébe. A hatos bírói körben fog Szabó Sándor úr bírálni. Ő nagy munkát fog végezni, hiszen három csoportot is bírálni fog, ha jól látom. De hát azt a lovat ütik, amelyik húz. A hetes bírói körben én fogok bírálni, Erdős László, és az ötös, hatos győztesek fognak hozzám kerülni, az én köröm a hetes. A nyolcas bírói körben dr. Miklós Levente fog bírálni, ő a mai nap Best in Show bírája, tehát ő nem fog csoportot bírálni, hogy részrehajlás látszata se legyen. Nincs is több kör. Jó. És akkor az időrend is be van állítva, be van írva minden körbe. A katalógusban nagyon jól látszik minden. Egy változás, mint ismétlem, amit Sárközi Gyula úr fajtái átmennek csoportbírálatra Tarján Anna Máriához. Minden ring fel van írva. A csoportbírálatokra lehet kiírás szerint fél egykor kerül sor, ami azt jelenti, ha csúszás van, egy picit később is sorra kerülhet, korábban nem fogjuk elkezdeni. Viszont óvási ok nem lehetséges, ha valaki lekési a csoportbírálatot, nem tudjuk újra kezdeni. A Best in Show délelőtti programja 13 óra kezdettel van bekalibrálva, itt is lehet egy pici csúszás. A délutáni program hasonlóképpen a katalógusban nem lesz még egyszer bemutató, és ott is megfelelő időrendben igyekszünk majd lebonyolítani. Sajnos az időjárás nem kedvezett nekünk, de mi kutyások vagyunk, és minden időjárás szeszélynek ellen tudunk állni. Én kívánok önöknek egy szép napot, sportszerű versengést és jó szórakozást! Az egész napon át szemerkélő eső nem könnyítette meg a szervezők, a tenyésztők és a látogatók dolgát. A rendezvény internetes oldalán már napokkal korábban megjelentek a kérdőjelek, meg lesz-e tartva a kiállítás, ha esik az eső, ha fúj a szél. A szervezők, akik már hónapok óta dolgoztak a két kiállítás megszervezésén, igyekeztek megnyugtatni a kutyatulajdonosokat, igen, a rendezvényre sor kerül a meghirdetett időpontban. A szakemberek közül többen is elmondták, hogy egy jó gazda nem ijed meg egy kis esőtől, hiszen a kutya sétáltatását, esetleg edzését akkor is el kell végezni, ha nem jó az idő. A Kemény Kastély parkja egyébként többféle időjárási körülményre is megfelelő. Volt már olyan év, amikor egy június közepén megtartott eseményen
Kánikulai meleg volt, ekkor a park nagy fái árnyékot adtak a perzselő hőség ellen. Most a szemerkélő esőben is jótékonyan védték a lombok a jelenlévőket. A tenyésztők egyébként alaposan felkészültek a kellemetlen időjárásra. Szinte mindenki nagy, könnyen felállítható sátorral érkezett, ahol a kutya, esetleg kutyák, azok összes felszerelése, a tenyésztő és a család néhány tagja is elfért. Ennek a sátras kitelepülésnek az volt az eredménye, hogy a fák alatt alig lehetett kutyát látni. A tenyésztők ugyan intézték ügyes-bajos dolgaikat, de jól felkészültek a várható esőre, Jackie-ben, esőkabátban, gumicsizmában voltak. Az a néhány kutyus, akiket a bejáratnál vagy a bírálati körök közelében láttunk, takaróval, esővédővel volt ellátva, egyrészt, hogy ne fázzon meg, másrészt védjék a bundáját, hogy ne legyen vizes, csapzott a felvezetés idejére. Mivel az állatok többsége a sátorban, a gazdi közelében volt, szinte alig hallatszott kutyaugatás a fák alatt. Az Országos Szövetség honlapja és a kiállítás katalógusa segítségével sok mindent meg lehet tudni erről, illetve általában a CAC kiállításokról. A CAC minősítésű kutyasó egy nemzeti kiállítás és minősítés a tenyésztő és a kutya számára. A CAC minősítésre más országok kutyatulajdonosai is nevezhetnek. Így történt ez most is, jelentkeztek tenyésztők Kazasztánból és Franciaországból is. A katalógusból egyébként kiderült, hogy ki az EB tenyésztője, vagy ki a tulajdonosa, ugyanis ez gyakran két különböző személy. A hagyományos díjazáson és minősítésen kívül ezen a napon adták át különleges címeket is, mint a legszebb tiszafüredi tulajdonú kutya, a legszebb örökbefogadott keverék vagy hobbi kutya. Koska Gábor elmondta, hogy ezekben a kategóriákban is a fajta jelleget, illetve a kutya és a gazdi közötti összhangot értékelik a bírók. Valójában miről is szól a kutyai kiállítás? A tulajdonos vagy a tenyésztő szeretne minél jobb minősítést elérni a versenyben, illetve elhódítani a legszebbnek járó, bis, vagyis a kiállítás legszebb kutyájának járó elismerést. Mint minden versenynél, itt is vannak selejtezők, először az egyes fajtákon belül folynak a versenyek, és az azonos korosztályú kutyák mérik össze küllemi adottságaikat. A fajtákon belül külön versenyeznek a szukák, és külön versenyeznek a kanok. Ebben az összehasonlításban négy minősítés adható. A legmagasabb a kitűnő szint, amely azt jelenti, hogy az EB a fajta ideális standardjéhez nagyon közel álló, kitűnő állapotban felvezetett, harmonikus, kiegyensúlyozott, természetet sugárzó, klasszissal és kiváló tartással rendelkezik. A fajta győztes, a Bob cím tulajdonosa, az a kutya lesz, aki a legszebbnek bizonyul mind a kanok, mind a szukák osztálygyőztesei közül. Csak a fajta legszebbje juthat tovább és vehet részt a legjobbak versenyén, a Best in Show-n. A délelőtti kiállításra 572, a délutánira 497 kutyát neveztek, és ehhez jött még azoknak a sora, akik a hobbi kutyák kategóriában a helyszínen nyújtották be a nevezést. Így mondhatták el a szervezők, hogy rekord nagyságú, több mint 1100 kutya bírálata történt meg a nap folyamán. Minden elismerést megérdemel az a 8 főből álló bírói testület, akik végig dolgozták az egész napot, illetve a helyi egyesület tagjai és segítőik, akik rendületlenül kiszolgálták a kiállítás vendégeit a kedvezőtlen időjárási körülmények között is.